Makasdon a szüreti felvonulást követően a művelődési házban várták az érdeklődőket, ahol a helyi, illetve a környező települések hagyományőrző egyesületei léptek színpadra. A programot a Sebestyén Ádám Székely Társulat szervezte. Ez már egy rendhagyó rendezvénye a társulatnak. Minden évben itt Kakasdon a társulat vezetősége szervezi meg a tagjai, a táncosai, és az idei hát rendkívüli, mivel hogy ugye 50 éves a társulat, 72-ben alakultunk, 1972-ben, és ennek a jubileumnak a éves keretében ez az egyik rendezvényünk. Az egész rendezvény sorozatnak, ami ugye áprilisban kezdődött, és majd decemberben ér véget, ez az egyik állomása. Bunyhádról érkeztek a Völcségtárcsoport vendégként, és Kultról a Kaposmente Tánc Együttes, és a Német Nemzetiségi Kórus, ők a kasdiak, ugye ők minden évben meghívjuk őket is persze szerepelni, és egyébként pedig a kakasdi társulatnak az összes korosztálya. Tehát vannak az ovisok, az iskolások közül két csoport lett alakítva, mivel hogy vannak kisebbek is, meg nagyobbak is, és most a nagyok is kicsit összegyűltünk, ugye, akik szétszélettünk, többen, tehát mi már nem rendszeresen veszünk részt a próbákon, hanem csak erre a rendkívüli évre gyűlünk össze, egyre többen, úgy néz ki, hogy egyre többen vagyunk. A településen minden évben nagy népszerűségnek örvend a rendezvény. Történik valami Kakasdon, és várják az emberek. Tehát, hogyha nem szerveznénk meg, akkor biztos, hogy hiányolnák, hogy nincsen szüreti napunk. Ugye a felvonulásra is nagyon sokan érkeztek idén, tehát szülők, nagyszülők, ismerősök, ők mind lekísértek minket a Deák utcából, egészen a faluházig. Tehát idén tényleg sokan voltunk, és akit kifelejtettem, ugye, hogy a Cikói Lovas Egyesület érkezett hozzánk, ők hoztak sok lovat, lovassal, hintókkal, de tényleg szép, tartalmas volt a felvonulásunk is, úgy gondolom. A társulat egyébként megközelítőleg 70 tagot számlál, legfőbb céljuk a hagyományok megőrzése és azok továbbadása. Ebbe beleszámoljuk egészen a gyerekektől, egészen a nyugdíjas korosztályig, ugye, mert nekünk van egy csillagösvény népdalkörünk, aki ugyanúgy a társulatnak a tagjai, és ott azért ott idősebbek vannak javarészt. Jó lenne fennmaradni, tovább működni. Hát így végül is, ugye a legfontosabb az, hogy tehát az andrásfalvi székely hagyományokat őrizzük mi, és próbáljuk továbbadni, meg megélni, meg, tehát akár a mindennapjainkban, akár a színpadon. És igazából, hát mi? Hát annyi, hogy egyre több gyerek jöjjön, és meg is maradjanak. A polgármester elmondta, 50 évvel ezelőtt egy igen jól sikerült szekszárdi születi mulatság adta az ötletet Székely Ádámnak, hogy létrehozza a társulatot, így ez a rendezvény igen jelentős a helyiek számára. Idén kiemelt szerepe van ez évben a Sebestyén Ádám Székely Társulatnak, hiszen idén ünnepli 50.
évfordulóját a társulat, és a szüreti felvonulás is ennek egyik eseménysorozat része. A felvonuláson szerepet kapnak egészen a kicsi óvodástól az idősebb korosztály is. Az idősebb korosztályból került ki a bíróné személye is, és a szüreti felvonulás végén itt a faluházban szintén egy ilyen műsorsorozat kerül ez lezárásra. A helyi közösségben összekovácsoló szerepe van, hiszen ilyenkor összegyűlik a település apraja nagyja, fölvonulnak, beszélgetnek, megünneplik ezt az eseményt is, és Kakasdon hagyománya van a borászatnak is, és emiatt is fontos szerepe van itt községünkben.